Jámbor István a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Na, kezdjük az alapoknál. Miben más ez az új Trafipax, mint a régi? A régi is látta rendszámunkat, szép fotót is tudott erről készíteni, hogyha elég közel kerültünk a készülékhez, akkor akár azon is látszódott, hogy mondjuk a biztonságjövőbe van-e kapcsolva. Szóval, hogy ez mitől jobb, másabb, mint az eddigiek? Hát a most tesztelt eszköznek a végleges változata, az sokkal többfélébb jogsértés feltárására és dokumentálására lesz alkalmas. Ez nem csak sebességmérő lesz, a nevük nem is ez, hanem komplex közlekedési ellenőrzési pont. Tehát jó néhány más szabályszegés dokumentálására is alkalmas lesz, tehát például automatikusan észleli, ha olyan helyen állítják föl a tilos jelzésen áthaladókat, a vasúti tilos jelzésen áthaladókat, a záróvonalat átlépőket, vagy az autóbuszsávban jogtalanul haladókat. Tehát a piros lámpán át, vagy a sárga átgurulás az határeset? A piros az az, ami igazából fényképfelvétellel bizonyítható, tehát erre lesz felkészítve ez az gyakorlatilag eszköz. Azon túl, hogy egy hardware is, de nyilván a szoftvere olyan, hogy én úgy tudom elképzelni, aztán lehet, hogy most teljesen hülyeséget mondok, hogy bekalibrálják, hogy záróvonal, tehát érzékeli, hogy mi a képhatár, hogyha ott abból egy tárgy kilép, abból a képhatárból, akkor ugye átlépte a záróvonalat, ott pedig mondjuk akkor szint kell neki érzékelnie, vagy legalább pontot, mert ugye sorrendben vannak a színek, tehát hogy így működik, tehát hogy egy iszonyú finom szoftverre van a készüléknek? Az elve, ahogy mondta, nagyjából ez lesz. Tehát gyakorlatilag azt fogja vizsgálni, hogy egy bizonyos területen van-e mozgás, átlépett egy vonalat egy jármű, a tilos jelzés megjelenését követően átlépette egy vonalat, vagy sem, és hogyha igen, akkor elkészíti a megfelelő képfelvételeket. Azt, amikor tegnap nyilatkozott a több tévétársaságnak nekünk is, akkor tudom, azt mondta, hogy azért ezt emberek fogják majd ezeket a képeket, tehát felvételeket elemezni, tehát nem az van, hogy gép fotóz, és már egyből posta, és megy hát, is, mert hogy nekem autósként, vagy gyakorló autósként, közlekedőként, hát számtalan olyan helyzet jutott eszembe, amikor mondjuk egy baleset elkerülése véget, igenis átlépem a záróvonalat, igenis átgurulok még a piroson, mert sokkal nagyobb veszélyt jelentene magamra és másokra is a közlekedésben, hogyha satufékkel állnék meg. Tehát, hogy ezeket viszont akkor majd az elemző kollégáknak kell eldönteni. Hát a képfelvételek automatikusan elmennek az arra kijelölt hatósághoz, de a hatóság dolgozója meg fogja nézni. Nyilván ilyen körülményeket nem fog tudni figyelembe venni, hogy most ott egy baleset volt, és emiatt kellett átlépni a záróvonalat, de adott esetben egy bizonyítási eljárásra sor kerülhet az ügyfél kérésére. Hát de ez nagy baj, én nem így gondoltam. Tehát én úgy gondoltam, amikor a felvételen az... Mondok egy példát. Tehát megyek egy sávban, és a szélső sávban viszont parkoló autók vannak, valaki megállt éppen kicsit rakodni vészvillogóval, és az ő autójának a feneke kilóg a sávba. Én, hogy ne menjek neki, ne lépjek hirtelen bele a fékbe, hogy mások ne jöjjenek hátulról belém, átlépem bizony a záró vonalat, hogy kikerüljem. De ez lehet egy pizzafutár, egy biciklis, aki miatt gyorsan átlépem egy pár másodperccel ezt a záró vonalat. Engem a kamera rögzít. De akkor utána megkapom, a kolléga nem arra van, hogy ezt látja ott mondjuk a kilógó parkoló autót, vagy a biciklifutárt, ha már ilyen jó ez a szoftver, akkor csak látja. Nekem kell majd utólag magyaráznom, hogy el akartam kerülni egy balesetet? Én azt az esetet próbáltam ennek említeni, amikor a képfelvétel alapján nem látható ilyen körülmény. Egyébként azt meg kell jegyezni, hogy ezeket az eszközöket, amiket bemutattunk most, rendőrök fogják működtetni. Tehát nyilvánvalóan nem fog egy olyan helyre állni, nem fog mondjuk a záróvonal átlépését ellenőrizni, ahol fizikailag lehetetlenség az záróvonal átlépése nélkül. Hát ezek hirtelen események. Hát van egy záróvonallal elzárt sávom, és hogy elkerüljek egy balesetet, egy biciklis fellökését, egy parkoló autóba való belehajtást, ezért bizony át kell lépnem, és engem lefotóznak. Hát a kolléga nem azért állt oda, mert már látta, hogy ott van egy kilógó autó, de közben az oda ment. Tehát utána csak nem nekem kell már magyarázkodnom, hogy ez azért volt, hogy ne okozzak balesetet. Az eszköz olyan, hogyha egyszer elkészül egy képfelvétel, azzal nem lehet mit tenni. Az benn marad a rendszerben, tehát az a készüléktől elmegy a hatósághoz. Tehát ott csak a hatóságnál lehet mérlegelni. És ahogy említettem, vagy látszik azon a képfelvételen, hogy volt egy ilyen szituáció, vagy nem. És ha nem? Hát
Hát erről, hogy mondjam, egy bizonyítást nem tudok máshogy fogalmazni, egy bizonyítási eljárást kell lefolytatni. Ugye a záróvonal átlépése egy szabálysértés. Ennél a felelősségre vonásnak a feltétele a vétkes magatartás. Tehát, hogyha mondjuk valaki végszükségben, kicsit eltúlzom, lépi át, akkor nem valósul meg, megvalósul a szabálysértés, de nem büntetendő a cselekmény. Na jó, de hát ezért majd én járkálhatok a nem tudom hova. Hol? Tehát a területileg illetékes rendőrkapitányságra, vagy ez ugyanúgy? Tehát hova futnak be a képek? Ezek is hát Vas megyében? Ez a jogsértéstől függ. Tehát amelyik objektív felelősséges, tehát amely miatt az üzemben tartó bírságolható, az az ország helyétől függően, vagy Vas megyében, vagy Szabolcs megyében, most már egy éve két van hatóságban. Igen. Ez azt jelenti, egy évvel nem volt trafipoxom. Igen. Budapest a Szabolcs megyéhez tartozik. Akkor meg tuti. Ennek örülök. Az áróvonal átlépése az jelenleg szabálysértésnek minősül, és akkor a jogsértés helye szerint pontosítok, az elkövető lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság az a rendőrkapitányság bírálja. De a kép az mindenképp nem. Tehát akkor kép nem mindenképpen Vasba vagy Szabolcsba fut be. A helyszínről egy... biztos, hogy elmegy. Tehát a rendszerből kivenni nem lehet felvételt. Ez így rendben is van. De hogy hova fut be, és nekem hol, tehát hol lesznek erre szakosodott kollégák? Mindenhol? Nem. Hát amely jogsértések objektív felelősségi körbe tartoznak, azok vagy Szabolcs, vagy Vas megyébe. Ilyen például a gyorshajtás, ilyen a tilos jelzésen való áthaladás, a behajtási tilalom figyelmen kívül hagyása. A záróvonal átlépése is az szabálysértésnek minősül. Ebben az ügyben most abból tudunk indulni, hogy hol történt a jogsértés, akkor a jogsértés helyett szerinti rendőrkapitányságra fut be ez a kép. És ott indítják meg az eljárást, és tisztázzák azt, hogy történt-e jogsértés vagy sem. Tehát egy képfelvétel azért nem minden kétséget kizáróan bizonyít jogsértés, hogyha... Hát igen, de engem de meg hogyha, ezért megkurcolnak. Ha ön azt állítja, hogy egy olyan körülmény vezetett oda, hogy átlépte az áróvonalat, amit ön említett, hogy kihajtott ön elé egy kerékpáros vagy valaki más, akkor azt tudom mondani, hogy a hatóság nem tudja kétséget kizáróan igazolni, hogy ön szabálysértést valósított meg, tehát akkor nem lehet szankciója az esetben. Na várjon, ez nagyon érdekes, mert itt majd egy állítás találkozik egy másik állítással, kinek az állítása az erősebb. Ne mondja meg, mert így felcsigáztuk a nézők érdeklődését, rövid reklám, és akkor folytatjuk ezzel a kérdéssel, illetve ennek a kérdésnek a megválaszolásával. Maradjanak velünk. Folytatjuk a trafipaxok rejtelmeiről a beszélgetést Jámbor Istvánnal. Egy állítás, meg még egy állítás, ott hagytuk abba a beszélgetést. Tehát azt mondja a felvételek alapján majd a hatóság embere, hogy hát bizony át tetszett lépni a záróvonalat. Én pedig azt mondom, hogy nem látszik ezen a remek fotón, de én egy balesetet kerültem ki. Kinek a szava erősebb? Én egy mezei állampolgár vagyok, önök meg a hatóság. A hatóságnak mindig mérlegelnie kell. Néznie kell, hogy milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre, azok mit igazolnak. Ez esetben semmit. Tehát ön se látja a lelépő, alacsony növésű nénit, vagy kisgyereket, akit én mondjuk ki akartam kerülni, meg én se tudom bebizonyítani, mert nincs rajta a fényképen, csak azt állítom, hogy ott volt. Ehhez kettőt szeretnék említeni. Az egyik az, hogy ezek a felvételek a környezetet is mutatni fogják, tehát nem csak a járművet fogják ábrázolni, és nagyjából 5 képfelvétel készül a jármű mozgásáról. Lesz képkocka, mielőtt átlépi a záróvonalat, lesz tehát arról... Tehát ez folyamatosan rögzíti a képeket, és ezért igen, az előzményeket is lehet látni. A másik az, hogyha kétséget kizáróan nem állapítható meg valakinek a hibája, a szabályszegés, akkor nem alkalmazható szankció. De az ORFK-n azt az álláspontot képviseljük, hogy amennyiben, nem tudom máshogy nevezni, csak a jog kifejezésével kétséget kizáróan nem igazolható a jogsértés, akkor meg kell szüntetni az eljárás, bírságot nem lehet kiszabni. Az nagyon jó, hogyha ezt képviselik, de minden kapitányságon ezt tudni fogják, hogy gyerekek, az az irányvonal, hogy minden kétséget kizárólag bizonyítanunk kell a felvételek alapján, hogy átlépte a záróvonat, és nem baleset elkerülése véget, nem volt bekapcsolva a biztonsági öv, kézből telefonát is sorolhatnám, vagy pedig azt az ukázt kapták esetleg önök föntről, hogy hát pénzbehajtás, minél több fotó készüljön, minél több büntetés. Hát minél több fotó készül, a rendőrségnek annál többe kerül.
Tehát ez a bevétel nem a rendőrség. Én azt tudom, azért kérdeztem, hogy azért mondtam, hogy kapták, mert tudom, hogy nem az önök pénztárcáját gyarabítja. Nekünk a célunk, hogy kevesebb baleset legyen. Igazából azt tudom mondani, hogy úgy ítéljük meg, hogy ezzel a 160 változtatható helyű ellenőrzési ponttal, és majd az év hátralévő harmadik negyedévében kiépülő 130 helyen, nagyjából 130 helyen 365 forgalmi sávot figyelő fix kamera rendszerrel olyan gyakorisággal leszünk képesek a jogsértést föltárni, hogy most 1-2% vagy 10% igazából az ország közlekedés biztonsági helyzetén nem fog változtatni, tehát hogyha olyan esetekben sem szabunk ki bírságot, amikor lehet, hogy megvalósult, nem tudjuk megállapítani. Én úgy gondolom, hogy a rendőrség hírnevét nem öregbíti, amikor bizonytalan esetekben is erőlteti a bírságolást. Azt gondolom, hogy ahogy említettem már, csak és kizárólag, amikor senkinek kétsége nem fér afelől, hogy megvalósult a jogsértés, akkor szabjunk ki bírságot. Az sem öregbíti a rendőrség hírnevét, hogyha bokrok mögött nem is tudom, tehát bokornak álcázva bujkálnak a trafipax készülékkel. Ez például egy ilyen ukáz, vagy mindenki helyileg dönti el, hogy ő most a fa mögé bújik, álcázza az autót, vagy nem tudom, mert tehát az állampolgároknak nem az az érzésük, hogy akkor a közlekedés biztonságát szolgálják önök, meg hogy a közlekedési morált szeretnék javítani, ami egy teljesen érthető, világos cél lenne, hanem hogy szándékosan próbálják megfogni az autósokat, hogy csak belegurul már az 50-es táblába 62-vel, és ezért elbújok ide a fa mögé. Ez a kérdés nem fekete-fehér. A fix kamerákat jogszabály is kötelez rá egyébként, előjelezzük jelzőtáblával. A mobil változtatható helyű sebességmérőinknél kicsit más a helyzet. Tehát azt nem engedjük meg, hogy a rendőr szándékosan elbújjon. Tehát például bokrot vigyen ki magával, hogy ne legyen látható. De vannak olyan helyek, ahol, hogy mondjam, máshogy nem lehet megoldani. Tehát azért azt nem szeretnénk, hogy kivigyünk magunkkal egy táblát, és akkor... De azt nem mondja, hogy csak azokon a helyeken bújnak el a rendőrök a trafipaxon, amely helyeken máshogy nem lehetne megoldani az autók ellenőrzését? Én azt tudom mondani, hogy mi az elvárás. Tehát azt tudom mondani, hogy mi nem egy esetben fölléptünk olyan sebességmérés miatt, szó szerint a sebességmérő rendőr parancsnokával szemben, amiért azt láttuk, hogy elbújt, szó szerint mondjuk egy utca sarkon bebújt, és hogy ne lehessen látni. Ha látunk ilyet, akkor szólhatunk. De azt nem tudjuk megkövetelni, hogy minden esetben látható legyen, hogy csak olyan helyen mérjen, ahol látható. Oké, de hogyha látunk bujkáló trafipaxos rendőröket, akkor szólhatunk önöknek állampolgárként, hogy ez nem tisztességes, hogy a közlekedésbiztonság javítása a cél, és tényleg nem az, hogy mondjuk egy 90 km/h sebességkorlátozású vagy megengedett sebességű út végén az 50-es, tehát a falutáblába belehaladok, vagy beleszaladok 62-vel, akkor észreveszem, vagy nem, hogy ott a fa mögött meg ott állt a trafipaxos, mert ez nem tűnik túl tisztességesnek, hiszen ezzel azért nem veszélyeztettem annyira a közlekedés biztonságát. Szóval, hogyha ilyet látunk, akkor szólhatunk valakinek? Szóljanak nekünk, én azt gondolom. De nehéz eldönteni, ki az, aki elbújt, és ki az, aki máshogy nem tudta megmérni a járművek sebességét. Tehát például, mivel ez az eszköz a rendszámokat is fölismeri, és szükséges, ezért bizonyos oldaltávolságban kell lenni az úttest szélétől, különben az elől haladó eltakarja a mögötte haladó jármű egy részét, és így a rendszámát. Tehát valamennyire, mit tudom én, 2-3 méterre az úttest szélétől kell állni, mert különben nem lesz eredményes a tevékenységünk. De azt tudom mondani, hogy az ellen igenis föllépünk, az országos rendőrfőkapitány úr is ezen az állásponton van, hogy el nem bújhat a rendőr. Tehát kifejezetten nem helyezkedhet el úgy, hogy ezzel akadályozza a közlekedők általi észlelést. Na hát akkor kezdünk egy ilyen népi mozgalmat. Ha ilyet látunk, azonnal szólunk, hogy segítsenek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kérem.